Patyi András jogász, jogtudós, kúriai bíró egyetemi tanár, 2012 és 18 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. Hivatali ideje alatt volt a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, az Államreform Bizottság vezetője, és irányította az új közigazgatási perrendtartás kidolgozását. Jelenleg a Kúria önkormányzati tanácsának elnöke, az egyetemen pedig az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kartanszék vezetője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körüti kampuszán vagyunk. Itt működött a legelső rektori hivatal. Ez volt Magyarországon az egyik legelőkészítettebb egyetemi integráció. Elmúlt 10 éve annak, hogy az országgyűlés elfogadta az egyetem létesítéséről szóló törvényt, azt 2011. március 16-án az esti órákban szavazta meg az országgyűlés, és az előkészítés ezután a törvény után gyorsult föl, hiszen a törvény számos rendelkezést tartalmazott, többek között ki kell emelni, hogy felállította a fenntartói testületet, tehát létrehozta a fenntartói irányításnak a szervét. A fenntartói testület a munkáját rögtön a törvény megszületése után megkezdte, és a törvény rendelkezett arról, hogy amíg akkor 11-ben külön intézmények hozzanak létre egy közös szenátust. És ez a két testület, az ISZ és az FT dolgozták ki, fogadták el pontosabban az alapdokumentumait az új egyetemnek, ami azt jelenti, hogy 2012. január 1-ére az összes fontos dokumentuma az egyetemnek készen állt. A törvényi konstrukció szerint az Zrínyi akkora már egykarú Zrínyi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola egyesült, és ebbe az egyesült intézménybe olvadt bele a Corvinus Egyetemből kikerülő, kiváló közigazgatástudományi kar, a korábbi államigazgatási főiskola. A katonai hivatás, a rendőri rendészeti hivatások, a civil közigazgatási hivatásnak csak egyfajta közelítése valósult meg az egyetemen kívül. Viszont az egyetemen belül ezek a leendő hivatásrendi dolgozók közelebb kerültek egymáshoz. És ugyanígy közelebb kerültek egymáshoz, egy intézménybe kerültek, az itt oktató, tanító, gyakorlatot vezető, itt dolgozó hivatásos honvédek, hivatásos belügyi dolgozók, illetve néhány közigazgatási dolgozó. Tehát ez az integráció, a hivatásrendi idézőjelben tett integráció az egyetemen belül valóban megvalósult. A békét és biztonságot, a közrendet, a katasztrófák elhárítását, a jó közigazgatást, a terrorveszélyek elhárítását, a közterhek beszedését, a büntettesek kinyomozását, majd őrzését, a hatékony diplomáciát sosem egyedül nyújtja egy-egy intézmény vagy szerv, mindig szervek, intézmények összetett együttműködő rendszeréről van szó. Ezt az együttműködési rendet képezi le a ma már 5 egyetemi karral működő NKE, ahol a katonai védelem, a nemzetbiztonság, a rendészet és a civil közigazgatás hivatásrendjei egymással és egymástól is tanulnak. A mi egyetemünk létesítése egybeesett az új magyar alaptörvény elfogadásával, amelynek egy szép, hosszú és igen részletes preambuluma van, úgy hívjuk, hogy nemzeti hitvallás. És ebben a nemzeti hitvallásban szerepel az a mondat, hogy valljuk, hogy igazából az államnak és az embernek közös célja az, hogy boldoguljon, és akkor beszélünk igazán jó államról, hogyha az állam szolgálja polgárait. A jó egyetem pedig egy jó szervezett egyetem, amelyik meghatározott célok irányában fejlődik, tudja, hogy mit miért tanít, tudja, hogy mivel miért foglalkozik, és tudja, hogy mindaz a tudás, mindazok az értékek, attitűdök, amelyeket átad a hallgatóknak, az be fog épülni az állam működésébe, hiszen akik itt végeznek, jó esetben ők hosszú állami szolgálatot kezdenek meg. Nem csak egy szép és régi patinás épület, hanem szerintem ez egy lelki támasza is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ide 2014. május elején költöztünk be. Szerintem ez volt igazán az első időszaknak a fontos kihívása, hogy egységes egyetemként, egységes intézményként a méltó különbözőségek megtartása mellett egy magasabb szintre lépjen. Mutatva azt, hogy mennyire a jövőnek készült ez az egyetem, tehát egy nehéz államháztartásilag forráshiányos helyzetben a kormány úgy döntött, hogy ezt az épületet fel kell újítani, és az egyetemnek ide át kell költözni, át kell hoznia magát, először csak a központi igazgatásnak, majd pedig az egész egyetemnek. És ez a tudatos fejlesztés, ez a központilag irányított tervezésen alapuló fejlesztés vezetett oda, hogy szerintem 5 év alatt legalább 2-szeres, tehát 10 évre, vagy még az is lehet, hogy nem túlzás, hogy 3-szoros, tehát 15 évre elegendő változtatást indukáltunk. Valamennyi képzést meg kellett újítani, ami azt jelenti, hogy eleinte a képzéseknek csak 12-13-ban átalakítása, utána pedig valamennyi képzésnek az új
tanterv szerinti, új képzési kimeti követelményekhez igazodó új tanterv szerinti újraindítása történt meg. Nagyon sok új önállóan fejlesztett szakirányú továbbképzési szakot indítottunk, mert időközben ez az egyetem lett a közigazgatási továbbképzéseknek a központja. Ez egy olyan óriási többlet volt, és egy olyan óriási plusz volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem civil közigazgatást érintő működéséhez, aminek a hatását nagyon nehéz eltúlozni. Ezzel tulajdonképpen majd 80 ezer kormányzati és köztisztviselő, lehet azt mondani, hogy hétköznapi életéhez kapcsolódtunk, hiszen a legrövidebb képzésekkel összefüggő tervezés, irányítás, minőségbiztosítástól kezdve egészen a mesterképzések, sőt a közigazgatási doktori képzés irányításáig és nyújtásáig lettünk mi egy központi bázisintézmény. És ez volt a legnagyobb kihívás, hogy tudunk-e valami közöset teremteni. Amire nem azt mondjuk, hogy ez honvédtiszti, ez rendészeti vagy közigazgatási hagyomány is ezért része az NKE-nek, hanem azt mondjuk, hogy ez NKS és ezért része a honvédtiszti, a rendészeti és a közigazgatási felsőoktatásnak. Szerintem ez az épület az egyik ilyen közös hagyományunk, hiszen ez a magyar honvédtisztképzés ősi intézménye, alapítás éve 1808, és ma viszont ennek a közös egyetemnek a székhelye egyszerre kötődik a honvédtisztképzéshez, és egyszerre kötődik az NKM mostani egészéhez. A másik nagy élmény, amit így megemlítenék, az amikor először a saját doktori okleveleinket átadtuk. Mert végül is az egyetemnek a lényege az, hogy doktorokat avathat. Az igazán az egyetem, amelyiknek van PhD, tehát a tudományos fokozat kiadására vonatkozó joga. És amikor az első avatás megtörtént, aztán amikor az első avatás megtörtént itt a díszteremben, annyira időtállóan sikerült megfogalmazniuk több mint 200 évvel ezelőtt azt, hogy tudással, tudománnyal a hazáért jobban lehet harcolni, mint fegyverrel. A nyers erőnél az ész mindig többet ér, lehetne ezt így profánul megfogalmazni. Ez gyönyörű, szép, cirkalmas mondatokkal ott van a 200 éves törvényben, és ott van a mi doktori oklevelünknek a bevezető részében. Az örökség az innen nagyon jól látható erről az erkélyről, hiszen fönt a budai hegy vonulatnak a tetején ott a rendőrtiszti főiskola egy régi egyházi épületben működött. Kicsit lejjebb lehet látni az egykori államigazgatási főiskolát, ami felsőoktatási célokra épült a 80-as évek elején. Ott működött a közigazgatás tudományi kar, és itt látjuk magunk előtt a Ludovika épületeit. Ha fölmennek a tetőre, akkor nyilván átlátnánk az Rinnyi kampuszra is. Tehát az egyik örökség az, hogy ebből a széttagolt, különböző helyen elhelyezkedő intézményi konglomerátumból egy egységes, egy helyen működő intézményt tudtunk csinálni nagyon rövid idő alatt. Tehát 12. januárjában alakultunk, mondjuk azt, hogy 12. június-júliusában ért véget az első közös fél év, és 17. szeptemberében mi már itt voltunk ebben az új épületben. Ez az egyik örökség. A másik örökség, hogy ez a fizikai együttlét, ez a sok szép új épület, ez az infrastruktúrális bőség, ez önmagában nem elég. Egyik mondatom, amit aztán föl is kaptak később, hogy az egyetem az nem betonmalter, tégla meg egy kis gépészet. Az is kell hozzá, de annál sokkal több. Hogy ez, ami kell hozzá pluszban az infrastruktúra az épületeken túl, az maradjon mindig erős kapocs, az legyen az igazi ragasztó, az legyen az igazi cement az egyetem épületében, az a szellemi közösség, a jóra törekvés, a jobbra törekvés, a minőségre törekvés. Sikerült megteremteni egy különleges konszenzus közösséget. Nem csak egymással értettek egyet ezek a fenntartók, az eltérő érdekű fenntartók, hanem az egyetemben is. Néhány évig a rendészettudományi kar állományában dolgoztam, ott voltam tanszékvezető. Itt most talán az egyik legnagyobb létszámú tanszéket, de biztos, hogy a legnagyobb létszámú magyar közigazgatási jogi tanszéket vezetem. Ez Lőrinc Lajos akadémikusról elnevezett közigazgatási jogi tanszék. Több mint 20-an vagyunk, nagyon nagy oktatási portfóliót viszünk. Nehéz a több száz éves hagyománnyal versenyezni. Nehéz a nemzetközi tudományba beépült, vagy a nemzetközi tudománynak a kedvelt szférájában aktív intézményekkel versenyezni, de én úgy gondolom, hogy egyetemként föl tudtuk venni a versenyt ezzel. Hogy megállja az NKA helyét, az mindig is azon múlik, hogy egész pontosan mit szeretne, mit vár a kormányzat ettől az intézménytől. Rendkívül rövid az az idő, amíg egy mai fiatal
koncentrálni, figyelni képes arra, amit mondanak neki. Tehát alapvetően át kell alakítani a oktatásmódszertant, alapvetően át kell alakítani a tanításnak, a nevelésnek a módszertanát, mert természetesen az intézménynek kell igazodni a jelenlegi fiatalok képességeihez, készségeihez, igényeihez, megpróbálván a minőségi szintet nem leadni. Szerintem az alapvető misszió ezt teljesült.